Pimp Dynamite. Magyarország legőszintébb mozi csatornája. Sziasztok! Sziasztok! A Guy Ritchie Covenant-jét fogjuk most megnézni, mert muszáj a Covenant elé odalakni a Guy Ritchie, hiszen van egy másik, egy Alien Covenant-ünk, amiről van egy remek videónk, nézzétek meg! Milyen jó kis film volt az is, nem? Szerintem nagyon jó volt, van egy remek vitánk róla, nézzétek meg. De most erről a filmről fogunk beszélgetni, amiről nem tudom, hogy fogunk-e vitatkozni, hiszen fogalm sincs, hogy úrnak mi a véleménye róla, most néztük meg frissében, és volt nekem egy érzésem, egy túlélős érzésem. Nem csak a film vége miatt, a Túlélő című film. Igen. Mert a Túlélő című film egy olyan nagyon hasonló hangulata van helyenként, mint ami ennek a filmnek. Meg hát azért, na, hát az alapsztori is valahol hasonlít, hiszen van egy ilyen harctéri kapcsolat, egy mondhatni barátság, a végére már mindenképpen barátság, mert hogy itt van nekünk egy tolmácsunk Afganisztánban, és van egy katonánk, aki pedig a Gyuri kedvenc színésze, a Jake Gyllenhaal, vagy Gyllenhaal, aki szerintem egyébként remek filmekben játszott, és nagyon nagyokat is játszott. Az eredeti hangját én nem tudom hova tenni, szerintem röhelyes az eredeti hangja a Jake Gyllenhaalnak, szánalmas hangja van eredetileg, de amikor nagyon belelendül a drámába, akkor már jó. Igen. Kappan hangja van, ha ez a kappan hang. Jó, nem tudom, de szerintem elmondom neked, hogy a Ben Affleck-nek is kutyaszar hangja van eredetibe, de és a Bruce Willisnek meg a legrosszabb. Ez egyáltalán igaz. De. Mert neki de ez cool. Igaz. Mert az ő kappan szerű, de nem, jó, azt most nem aztán ezt a szó. Nem, kappan, nem ez a kappan hang, nem ők így beszélnek. Így alig van hang, mint de az ő hangjuk kettővel kevesebb hangszalad. Egyébként a Ben Affleck-nél nincs igazad, neki van orgánuma is. A Bruce Willisnél értem, miért mondod, de neki cool a hangja. Mondjak egy hangot, na, ami katasztrófa, és ha bár valami, akkor az gáz, a héliumos barátunk hangja. Az ki? Az Exatlonból. Ja, az Exatlonból, igen, tényleg. Az a hang, persze az a csáva egyébként az Adonis, a Kadonisza. Igen, szeretnénk de vicces hangja kinézni, volt, a magasugró. Nem tudom, milyen Krisztián. Elnézést, hogy igen, de amikor először meghallottam az ő hangját, akkor mondom, mi a fasz, ez héliumot? Az egész ország hátrőköd tőle, főleg aki nézte az Exatlont ilyen nagy lendületed, a Covid az alatt. Az rohadtul nem az egész ország. Hát, tudom, azért mondom. Nem kell felfortyani. Jó, szóval lényeg, hogy visszatérve a Covenant című filmre erre, még nem is tudom, mi a magyar címe, de gondolom nem az, hogy Frigy vagy Szövetség, amit jelent a Covenant. Minden esetre itt Afganisztánban járunk, és nagyon nagy erénye a filmnek, hogy nem próbál most itt politizálni, tehát ez a film nem arról szól, hogy van-e értelme az afganisztáni háborúnak, vagy az amerikai ott jelenlétnek, vagy nincs, vagy hogy mi történt ebben a kérdéssel az elmúlt évek során. Pusztán megmutatott egy katonát, és megmutatja az ott egyébként teljesen tarthatatlan helyzetet, amit jó, hogy megmutat, és megmutatja azt, hogy van egy tolmács, aki pedig egy ilyen, tényleg egy szövetségre lép ezzel a katonával, és hát nyilván az ő megpróbáltatásukat, amit a trailerben is látunk, hogy mentenie kell ennek a katonának, vagy bocsánat, mentenie kell ennek az arcnak a katonát. Jó, akkor tisztázzunk egy valamit ennek a filmnek a kapcsán, és nem tudom, hogy mennyire akarunk erről spoileresen beszélni, de én azért belemennék pár gondolatba, igen, de talán is egy spoiler. De majd, tehát hogy ez még annyira nem durva. Jó. Tehát hogy ugye a szituációnk az, hogy Amerika mindenféle ürüggyel meglátogatja Afganisztánt egy 20 évre, és ugye katonai megszállásról van szó. És a másik parti az a tálibok. És engem az érdekelne, hogy szerinted mennyire lesz a saját népe elárulója egy olyan afgán, aki hajlandó tolmácsnak állni az amerikaiak, azaz a Big Evil oldalán. Tehát, hogy a többi afgán mit gondol egy ilyenről szerinted? Vagy csak a tálibok voltak egy olyan frakció, akik így démonizáltak mindenkit, aki a nyugattal bratizik. Szóval, hogy itt mi a nagyobb árulás, ha te beállsz a tálibokhoz, vagy az amerikaiakat segíted, vagy egyszerűen birka vagy, akit mint valamelyik fél majd terrorizál, vagy kihasznál? Itt a Afganisztánnal nem lehet kivonni a képletbe azt, hogy rengeteg fajta törzs él itt. Pastuktól elkezdve, mit tudom én, mi. Tehát nincs olyan, hogy sima afgán, vagy ha van is, van egy csomó másik. Tehát a kérdésed jó, de közben ez egy félig meddig nomád életformát folytató ország, amiben a tálibok igazából csak egy dolog. És hogy szerintem az, hogy te most itt segíted az amerikaiakat, mint tolmács, egyébként pénzért. Meg hát ez a fő motivum itt, hogy az útlevél, a zöld kártyáért, vagy mi a szar az, amikor ott élhetsz Amerikában örökre, a vízumért.
Tehát, hogy érted, azért megteheted ezt, és a tálibok szemében nyilván te egy áruló leszel. De most egy random pastu, az ne gondoljon már semmi rosszat arról, aki segít az amerikaiaknak azért, hogy aztán kiköltözhessen Amerikába, és ott élhessen forever, sokkal normálisabb körülmények között, mint egy szaros sátor, meg egy vályogház. Na jó, de mégiscsak arról van szó, hogy ide jön egy idegen hadsereg, ja. És te pedig, úgymond kémkedsz nekik, vagy segíted őket, szemben egy másik emberrel, aki itt él. Értem a kérdést. Tehát, hogy ez minél egyszerűbb népségről van szó, hát igen. Annál inkább felháborító lehet ez, nem? És ezt most csak azért hoztam fel, mert itt páran beszólnak a tolmácsnak, persze. Hogy te rohadék, ki fogjuk végezni a családodat. De azok főleg tálibai, tálibarátok. Tehát akkor szerinted csak a tálibok. Hát főleg, érted, mert egyébként most én nem vagyok Amerika párti, nagyon kevés dologban vagyok Amerika párti. Ha visszamegyünk a múltba, és ezek kommunisták ellen harcoltak, akkor Amerika párti vagyok, de még akkor is tudom, hogy ők is a saját dollár birodalmukat akarják kiépíteni a világba egy másfajta gyarmati dologgal, mint a szovjetek. Ettől függetlenül nyilván egy amerikainak szurkolok egy szovjettel szembe, de ez a múlt. A jelenben, meg a közelmúltban Amerika nem csak arról van szó, hogy a tűzzel játszik egy csomó területen, hanem illetéktelenül van egy csomó helyen. Viszont most mondok egy érdekeset. Úgyhogy én bár történész vagyok, de nem ismerem az afgán háborúk mélyét, és ezt el is mondom őszintén, vagy ennek a konfliktusnak a mit tudom, milyen diplomáciai vetületeit, de ettől függetlenül most egy random afgánként inkább szálljon meg engem Amerika, mint a tálibok cseznek. Hát most melyikhoz? Akkor jöjjön oda a McDonald's. Hát leszarom, akkor lesz McDonald's. De inkább az amerikaiak jöjjenek oda, mint ezek a tálibok. Mert hogy a tálibok, az embereket statáriálisan kivégző, meg fenyegető tálibokkal szemben, persze. Csak a kulturálisan annyira más. És a struktúra, amit ők ide akarnak telepíteni, persze. Ugye ez az importdemokrácia, ez meg rohadtul nem működik ott, persze, nyilván. Meg szerintem a keleti embernek, most tegyük a szívünkre a kezünket, az ekte keleti embernek nem nagyon kell demokrácia. Tehát egy kínai, még egy orosz, beszélgetsz egy random orosszal, az nem fog veled a politikáról beszélgetni. Én beszélgettem többen, azok terelik a témát. Ők nem azt mondja, hogy ne beszéljünk el őket, nem érdekel. Több száz éve arra vannak kondicionálva, hogy őket ne érdekelje a politika, mert van egy ember, aki megmondja nekik, hogy merre van a hány óra. Afganisztán, tehát figyelj, ez a középkorban él ennek az országnak egy nagy része. Itt Amerika is azért van, nem azért van, mert a jó fiú, hanem a lehetőségért van, itt ezt tudjuk. A tálibok meg, érted, ők meg nem emberek félig meddig, vagy szóval nem tudok mit mondani erre, hát most ők... Egyébként ez nem bizarr, hogy a tálibok a saját, ja. Tehát hogy, érted, ugyanazon a nyelven beszélő embereket ja. Terrorizálnak. Hát ha ugyanaz, ja, vannak itt olyan nyelvek, szerintem még a nyelvük is más, de érted, hogy mit mondott. Hogy... Nézd, mondom, itt megállt az idő. Tehát, hogy ezek ugyanúgy élnek, mint a Mohamed idején 622-ben, tehát, hogy itt nincs változás, ugyanúgy... Egy ilyen putri vályokházban vannak. Jó, persze ez nem igaz, amit mondok, hiszen vannak biztos civilizáltabb környékek, hát mi is látunk itt városokat, de most őszintén, tehát a tököm akar itt lenni. Ki nem. A franc akar itt lenni? Tehát, hogy én nem tudom, milyen az afgán nemzeti öntudat, és bocsánatot kérek mindenkitől, akiben van afgán nemzeti öntudat, ha van, akkor éljen és legyen is ez, de hát egyébként gyönyörű ez az ország, tehát, hogy azt többször láttam róla, képeket, a David Attenborough is mutatott jeleneteket az országból, nyilván állatszemszögből, vagy flóra-fauna szemszögből, ez egy gyönyörű ország, de hát a rosszabb nem akar itt élni, érted? Szóval én ezt a csávót nem hibáztatom. A filmben meg, mondom még egyszer, ez egy tehetséges ember, tehetséges a Guy Ritchie, ez egy jól megrendezett film. Van benne ilyen amerikai hőskultusz, mert van benne hőskultusz. A film vége pedig, még egyszer mondom, és akkor legyen ez egy pillanatnyi spoiler itt, nem tudom, szabad-e akkor. Hát ennek a filmnek a vége pont ugyanaz, mint a Lone Survivor-é. A Lone Survivor-é. Ugyanaz, mint a túlélőé. Hát ugyanúgy jön a C, nem tudom én hányas támad, vagy ilyen, ilyen csapásmérő repülőgép, ami a levegőből tud ilyen ennek az amerikaiak is megmentik a napot. Megmentik a napot, igen. A fejlett technológiájuk. Ja. És, de jó, közben meg ez egy valós történet, úgy tudtuk, vagy úgy értelmeztük, hogy ez egy valós történet, és az nagyon szép, hogy a Jake Gyllenhaalnak a karaktere nem nyugszik bele abba, hogy neki van egy nyugodt családi élete otthon, hanem visszamegy, és ő egy adósságot törleszteni akar. Azt az adósságot, hogy őt megmentették. Én egy ilyen történetnek amúgy mindig szavazok egy bizalmat. Nem? Jó, akkor szerintem
ajánljuk ezt a filmet, és aztán váltsunk egy picit. Persze, ajánljuk ezt a filmet mindenkinek, aki szereti a háborús filmeket, aki szereti a háborús filmeken belül a csatatéri barátságokat, vagy az ilyen, az angol úgy mondaná, hogy unlikely friendship, nem? Vagy egy ilyen... Vagy a becsületbeli ügyeket. És a becsületbeli ügyeket. Mert itt nem arról van szó, hogy most ez minden idők legizgalmasabb filmje, vagy legtartalmasabb, vagy legszórakoztatóbb, egyikről sincs szó, de mégis azért az a kapocs, amit kialakul a két ember között, és az, amilyen áldozatokat meghoznak egymásért, amiatt szerintem érdemes meg. Persze, nekem ez egy szolid hetes. Azzal együtt, hogy nem fogom most újra nézni egy ideig, jó ideig nem nézem újra, de most egy jobb hangulatomban egy hetest megadok erre a filmre. Meg egyébként, ami tetszik még ebben az afganisztáni, konkrétan ebben a filmben, meg a Lone Survivorban is, hogy olyan, mintha egy kirakós egy újabb szeletét látnánk, de tök ugyanaz. Uh-huh. Tehát, hogy, ja, értem. Hogy nincs az az érzésem, hogy ez eltér, a világábrázolás, vagy aha, bármi. Aha. Tehát, hogy egy ismerős helyszín, hát, és ismerem igen. már, és ez igen. egy újabb szituáció abban igen. a pokolban. Igen. Így van, így van. Jó, és most akkor lássuk a spoileres részt. Hát nekem egyébként annyi nem tetszett, talán ezt el lehet mondani, hogy ez a csávó, a tolmács, a nem tudom mi a neve, Farad, akárki, most nem emlékszem szégyen a nevére, Ahmad, igen, az Ahmad, hogy ez azért nagyon golyóálló, tehát most nem is az, hogy mit él túl, hanem ő egy ilyen MacGyver, és egy nagyon erős MacGyver. Nem MacGyver, a MacGyver az egy tech zseni. És úgy értem a tech zseniségét, hogy ő is minden szituációban tudott, szóval azért egy ilyen egyszer egy vörös keresztes, egyszer egy, nagyon megoldó mindent, és egy kicsit mellette az amerikai katonák nagyon bután hülyének néznek ki, még a Jake Gyllenhaal is. Én nekem ez fel se tűnt, nekem és szerintem egy amerikai film ilyet nem is csinálna. Mégis ezt érzem benne. De abszolút. Jó, de érdemes. Ez nem igaz, amit mondasz, gondolj bele a Kingdom of Heaven-ben mi a szar az? A mennyei királyságban. Jó, de most úgy értem, hogy egy modern, amely, egy modern hadsereges. Ott abszolút az araba jó. Tehát a mennyei királyságban az arabban beállítva jónak. Az arab ott a Salah ad-Din egy civilizált ember, és minden fehér egy utolsó köcsög. Ez nem igaz, hogy minden fehér. Na, majdnem minden. Nem, főszereplő, nem. Egy frakció, nem? Akik épp akkor hatalmon vannak, de a Belian, a Jeremy Irons karaktere, azok jók. Tehát, figyelj, azok egymást nem rakasztják föl Jeruzsálembe a fehérek, a keresztesek, ízét, mindenki barmának. Ez nem így volt? Ez ne, az arab egy ugyanakkora utolsó szar, köcsög, erőszakos buzi volt a középkorban, mint a fehér ember. Egymást tölték, és mindenki egy vérengző állat volt. Semmi különbség nem volt a közel-keleten, jó, a fehér meg az arab ember. Ez rendben van, de szerintem az most, tehát hogy nem, én nem tudom, hogy ott volt-e ilyen szándéka. A Ridley-nek, az a Ridley film. Nem tudom, de volt egy ilyen benyomásom. Szerintem egyszerűen csak szararcok voltak páran. Tehát, hogy a templomosok, ja, azok egyszerűen, voltam. A templomosok voltak ezek, de most a leprás királyra nem mondhatod ezt. Szerintem a leprás király ugyanaz, mint a Salah ad-Din, ugyanaz a kultúrát ember, aki próbál békét tartani, békésen együtt élni. Ez a két fél ugyanez. Meg van a Belian, és akkor mondom, mindenki más gyakorlatilag, vagy megalkuló. De az araboknál is volt a vért követelő csávó, aki számon kérte a Salah ad-Din-nak, hogy azt mondtad, hogy elfoglaljuk Jeruzsálemet, és ezért. Hát és akkor ennyi. De hát a többiek, jó. Mondom, na mindegy, most nem menjünk át abba jó, a filmben. Jó, én nem gondolok ott, én nem éreztem ott részrehajlást. Jó, jó. Egyébként itt sem érzek, sőt, nekem az Ahmad tipikusan, tehát hogy olyan érzésem volt, mint hogyha az elején, mintha egy terroristát néznék. Nagyon sok filmben láttam már ugyanezt a fajta keleti arcot, igen, és tudod mi az, ami azonos bennük? A fátyolos tekintet, hogy nem tudsz érzést kiolvasni belőle, hogy átnéz rajtad. Uh-huh. Érted? Ja, és ez a csávó is ugyanígy nézett. És én nagyon sokáig nem tudtam elmondani, hogy ez el fogja őket árulni, ez ellenük fog fordulni, mert nem láttam a szikráját se annak, hogy emberként néz rád. Mert más az, ahogy a feleségére néz. Ott emberi a tekintete. De egyébként ugyanaz a kurva fátyolos terrorista tekintet volt. Ja, tényleg? Ja. Nem lehet kiolvasni belőle, hogy mi a franc van. De egyébként egy nagyon jó karakter volt, és nem tudtam mit kezdeni én se egy konkrét dologgal, azzal, ahogyan ő, azzal az ócska szekérrel, ami maga is lehet 50 kiló, azon kemény. Viszi a Jake Gyllenhaalt a sziklás köves hegyen föl. Kemény. Ábi, figyelj! Nagyon tehát, kemény. Hogy 3 méteren feltolnád, és aztán összeszarnád magad. Hát én is ezt víz nélkül mondom, a tűző napon ott úgy elájultál volna. Szóval, hogy ez a része a legidegesítőbb szerintem. Hát jó, nehéz neki, tehát ez nem úgy van ábrázolva azért, hogy ő neki fut, az föltol a hegyen, izét visszaesik, leesik, megáll, izé.
látszik, hogy azért egy hosszas küzdelem. De azt nem látjuk, hogy mekkora távolságot kell bejárni. Nyilván. Így a köves sziklás. Ezért mondtam, hogy ez egy kicsit túl van dramatizálva. A túlélőbe is túl volt dramatizálva nyilván. Ott nagyon az esés, meg egy csomó. A Gyuri rávilágította a filmnél arra, hogy még az se biztos, hogy a csávó hiteles emlékeket osztott meg velünk a túlélésével kapcsolatban. Hát miután rendezvényről rendezvényre járt Amerikába, és minden egyes alkalommal 20-30-al több tálibot öltek meg. Mitől indultunk 30-ról, és a végén már 200 volt. Igen. Tehát nem voltam benne biztos. Itt egyébként a filmnek, egyébként az egy jó, hogy úgy mondjam, erénye az, hogy úgy szétszedik a csoportját, tehát hogy így kiírják a neveket az amerikai katonáknak az elején, a Moyan Guy Ritchie-sen, és hogy azt hiszed, hogy ezekkel majd a jó barátságban lesz-e hosszan. Hát rohadtul nem. Az jó. Egész szakaszt úgy, hogy van, kinyírják. Jó, de... Ez jó. Még a film elején, amikor van ez a nagy összecsapás, igen. Ott utána többször is el is hangzik, hogy legalább 40 vagy 50 tálibot kinyírt az a 4 katona. Tehát, hogy mindig azért az amerikaiaknak a felsőbbrendűségét, a katonai felsőbbrendűségét, azt mindig meg kell mutatni. De egyébként az tényleg egyértelmű. Lehet. Nem okay, mondom, én beszéltem. De 40 embert lekaszálni így, baka. Két magyar katonával találkoztam. Az egyiknek én fotóztam az esküvőjét, amikor még ilyet is csináltam, hogy esküvői fotózás, aki volt Afganisztánban nem is egy túrát, és ő mondta, hogy amúgy tényleg az van, hogy ezek tök szarul lőnek. Tehát volt olyan, hogy a bázisukat elkezdték lőni, és hogy senki nem is fél, kb. Mert hogy ezek a tálibok, most nem mondom, hogy mindegyik, de ő azt mondta, hogy iszonyatosan fosul lő mindegyik, csak úgy random persze, a levegőbe lőtöznek. Azért, mert oda megyek, fenyegetem a faludba anyádat meg a feleségedet, hogy állj be közénk, és akkor kezedben nyomok egy kalát. És akkor már nyilván, te vagy az, akinek lőni kell. De figyelj, a kalával nézted, hogy hogy lőttek. Persze. A kalasnyikov nem az a fegyver, amivel 100 méterre csak így trrrr. Tehát, hogy az úgy visszarúg, mint az át, azzal nem lehet így lőni. Itt mindenki olyan könnyedén lőtt, tudod? De minden esetre ő azt mondta, hogy a bomba, tehát a pokolgép meg a bomba támadásoktól fosott mindenki, az elrejtett bombáktól, mert attól nagyon féltek, és azt föl kellett deríteni mindig. Szóval ez az igazi ütőfegyverük nekik. Tény, hogy egy face-to-face harcba egy amerikai pusztán ennek pusztán ennek az amerikai fegyvernek, ugye mi a tököm a neve ennek, te jó ég? Hát ennek az M4A1 akármi ilyen szkóppal, olyan szkóppal, meg van ez a SCAR, meg ezek, nyilván ezek sokkal jobb fegyverek, mint amilyenekkel ezek ott futkároznak, meg lövöldöznek, tehát a túlerő az túlerő. Tehát amikor van egy ilyen ambus, akkor nyilván több irányból, hát na jó, szóval kemény volt ebbe ez a filmbe. Ez, ja. De mindesetre az, ahogyan a Jake visszamegy, az egészen elképesztő. Ott van kettő tök jó párbeszéd, az egyik a felesége is közte. Amikor a felesége, ugye ő is végig szenvedi a Jake-nek a rémálmait, ezt, hogy próbál mindent megtenni és visszajutni, és az engedély, amit ő megad a férjének, az olyan gyönyörű. Tehát annál nincs szebb támogatása a párodnak, mint hogy amikor a Jake nem akarja kimondani azt, hogy ő vissza fog menni. Ja. Nem, egyszer nem bírja kimondani a feleségének, és oda megy a nő, és azt mondja, hogy te ez és ez vagy, és tudjuk, hogy mit kell tenned, és akkor visszamész, és vissza fogsz jönni onnan is élve. Hallod, és ott marad a Jake, és meg se tud szólalni. Mert a legnagyobb áldozatot teszi érted, a te becsületedért, vagy nem is tudom, vagy a lényedért teszi ezt, nem önmagáért, mert ez neki nem jó. Tehát a feleségnek ez kurvára nem jó, és a gyerekednek se jó. Hogy te visszamész becsületből, de visszamész, mert te ez vagy te, és muszáj visszamenned. Ez egy katona feleség, és ez egy kiváló katona feleség, és én örülök neki, hogy támogatod ezt, mert valóban ez a becsület kódex szerinti eljárás, meg morálisan ez egy nagy tett, de amúgy egyébként apaként azt mondom, hogy ez ugyanaz, mint most volt a hegymászó esete, és az egész országunk itt egymásnak esett két irányból, hogy a hegymászó, aki meghaltott ugye a Csomolungmán, hogy akkor most ő hőse vagy nem hős. Én azt mondom, hogy mindenki, aki apa, és van egy kisgyereke, az oda mindenek előtt és fölötti felelősséggel tartozik, és oké, hogy nekem Afganisztánban van egy debt, amit nekem ki kell fizetnem, úgymond idézőjelben. Egy adósság. És ez egy adósság, és ez egy nagy debt, én ezt megértem, de ettől függetlenül azt mondom, hogy ennek az éremnek két oda van, és ha a Jake Gyllenhaal azzal az ürüggyel nem ment volna vissza, hogy ő egy két gyerekes apa, én azt is abszolút meg tudom érteni, teljesen. És ha a felesége azt mondta volna, hogy kisapám, nem mész sehova, mert már sokat szóra kockáztatod az életet. Én arra számítottam. Két ember. Számítottam, és én azt ugyanúgy megérteném. És azt is támogatom. A feleségtől én is megértem. Én arra persze, számítottam, hogy nem így fog viselkedni. Igen, döbbentem ezen. Mindenki erre és tök jó volt. Igen. De abban, tehát tudod, ez olyan, mint
amikor a Last of Us-ban az Ellie visszatér a Dinához és a kisbabához. Igen, tudod? Igen. És viszont még egyszerűen nem tud megnyugodni, mert úgy érzi, hogy tartozása van, és nem hagyhatja annyiban. És ott hagyja a tökéletes életet. És lehet, hogy hiba, Abby, de hogyha te vagy a Jake Gyllenhaal, akkor nem biztos, hogy van választásod, és ő ezt mondja ebbe a filmbe, hogy értsük meg, hogy őt valami húzza oda-vissza, és reggel, délben, este, és nem tud más csinálni. Tehát neki tartozása van, és oda kell mennie. És kurvára nincs választása, és ez szörnyű, hogy oda kell mennie, és nem akar oda menni, de oda megy. De szerintem van választása. Szerintem mindig van választása. De ezt nem tudjuk, hogy milyen az, amikor megmenti valaki az életedet, akinek az élete miatt beszélbe van, meg a feleségét, és vadásszák meg a kisgyerekét. Ezért ez a Covenant-es, ez egy sokkal jobb és kiélezettebb szitu, mint a Last of Us Ellie, mert Last of Us Ellie-nek egyáltalán nem kell visszamennie, fossá verni az Abby-t. Semmilyen, tehát az, hogy visszajön a Tommy, és azt mondja, hogy megígérted, hogy hagyjad már csezd meg, ott van a családja, arra vigyázni kell egy világban, amiben minden bokorban van egy veszélyforrás. Nem értek ezzel. Azért én abszolút úgy gondolom, a játéknak, a történetnek az az üzenete, hát ott vannak az Abbyvel a vízbe, fossáverik egymást, és aztán, hát ez kurvára megérte, tényleg. Tehát ahelyett, hogy az, ami után, ahhoz megy vissza. Hát az igen, utána és mi a végső üzenete, az pont onnan visszanézve kell nézni. Ebből tanulja meg az elengedés, de nem is ez a lényeg, hanem hogy könnyű úgy beszélnünk, mint külső megfigyelők, de nem mi voltunk azok, akiknek a szeme láttára verték halálra apánkat. Ez tény. Az egy sima egyszerű bosszú. Lehet. Egy véghez vitt bosszú. Igazad van abban, és az óvatosság kell, hogy ne mondjunk olyat, amit mi nem éltünk át, azzal kapcsolatban ne hozzunk ki. Tehát én ezt támogatom. Én ugyanezt akartam tenni, amit az Abby. Azon a ponton is. Az Abby vagy a... Vagy az Elina. Az Ellie. Ja, én ezt megértem, csak nem lett volna. És a Jake, amit itt csinál, ezt meg nem akartam megtenni. Igen. Ahogy néztem. Tehát azt akartam, hogy ne menj vissza, kérlek, ne, azért meg fogsz halni. Hát igen. Tehát, hogy az a pokol, és ott mindenki rád vadászik, de közben annyira örültem, hogy mégis megcsinálj ezt, és azt, hogy tűzön vizen átmegy. Olyan jó. Igen. Olyan jó, mert annak az embernek, tudod, az ő áldozata az mennyire durvábbi, amit az Ahmed csinál. Persze, abszolút. Jó, őt is egy cél vezeti, őt az a cél vezeti, hogy mindenképp életbe kell tartani ezt az embert, mert különben nem jutunk ki ebből az országból, és ő el akar menni Amerikába, hogy normális körülmények között nőjön föl a családja, ne egy putriba, és ne a tálibok kerül menekülve. Hogy egyáltalán felnőjön a gyerekkel, mert felnőjön az egyiket megölték a tálibok. Na, pontosan. Tehát igazából őnál is el van vetve a kocka. Mindazonáltal én azt mondom, vagy ezzel együtt, vagy emellett azt mondom, hogy az a film, amiről ennyit lehet is ilyen jókat beszélgetni, az már jó. Még egy utolsó gondolatom lenne, az pedig az, hogy vagy a film elején, vagy a végén hangzik el ez, hogy ugye mitten hány száz afgán tolmács segítette az amerikaiakat a térségbe, és hogy abból egy-kettőt vittek csak haza Amerikába. Tehát nem furcsa ez az eljárás egyébként, hogy odamész, megszállsz egy másik országot, ott vagy 20 évig, és akkor azok az emberek, egyértelmű volt, hogy azokat ki fogják nyírni, hogy lehetett őket ott hagyni. Legalább azokat az embereket, akik végig segítettek, akkor ajánlottuk volna fel, hogy mind a 300, vagy ahányan vannak. És ez semmi. Igen, és ez semmi. Semmi. Tehát aki ilyen nagy segítséget nyújtott nekik, és az életét kockáztatja, annak adjanak egy telket Amerikába, Arizona közepén, hát leszarom, annyi üres terület van Amerikában, rakják oda őket, az kapjon egy faházat, és akkor viszlát. Mert ez nem normális. És ha ez így van, már pedig gondolom így van, elhihetjük a filmnek, hogy akkor ők nem kapták meg ezt az ellentételezést, az valóban elfogadhatatlan. És igen, jól mutatja, hogy egyébként hogy működik a szabadság hazája, ami szerintem egyébként azért, és a Paul Johnson történészt idézem, már az 1930-as, 40-es évektől messze nem a szabadság hazája, tehát ez rohadtul nem fogadnak ők be senkit, és rohadtul nehéz bekerülni Amerikába úgy, hogy te amerikai legyél. Gondoljunk csak egy közös barátnőnkre, akit úgy rúgtak ki onnan páros lábban, mint a vízumon. Nekem három ismerősöm van, két lány, meg egy csávó, igen, akik kimentek Amerikába, mitten milyen vízummal, ilyen rövidebb vízummal, és aztán ott maradtak illegálba, és előbb-utóbb elkapták mind a hármat, bevitték egy olyan sitkóra, ami direkt az ilyen illegális migránsoknak van, ott tartották őket több hónapig, a narancssárga kezes lábába, aztán azt mondták, hogy oké, el lehet menni a picsába, és ide ti nem jöttök, elvileg 10 évig nem mehetsz vissza, tehát nyilvánvalóan, ha bekerültél a nyilvántartásba, akkor te már nem mehetsz vissza. Repjegy is haza. És volt olyan köztük, aki már ott élt, nem tudom, majdnem 10 éve, volt háza, kocsia, meg minden, kikerült, és egyszer csak megállították, és
Kész. Kerülni kell a rendőrt. Mert egyszer kell kerülni a rendőrt. Na, hát ez van. Szóval ez a film, ez ilyen gondolatokat ébresztett bennünk, és azt hiszem, hogy jó ezen gondolkodni, mind az afgán konfliktussal kapcsolatban, mind pedig az ilyen jellegű barátsággal, és ezzel a döntéssel kapcsolatban, bocsánat, belecsuklok itt a mondatba, ezzel a döntéssel kapcsolatban, ami ez, amiről itt beszélgettünk, hogy most akkor menjen vissza, ne menjen vissza, én nagyon várom a véleményeteket feltétlenül. Úgyhogy azért több ilyen filmet, amiről tudunk beszélgetni, de menjetek messzire, mert jövünk vissza hamarosan új tartalmakkal, itt találkozunk, sziasztok! Sziasztok!